Rőle Gergely, diplomata, egykori államtitkár, múzeumigazgató. 98-tól 2000-ig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közigazgatási államtitkára, majd Magyarország Berlini, aztán Berni nagykövete. A második Orbán kormányban a külügyminisztérium helyettes államtitkára, 2014-től pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt 22 hónapon át, 2018. november 1 i -e menesztéséig. Jelenleg a Habsburg Otto Alapítvány igazgatója, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője. Nős, négy gyermek édesapja. Németül, angolul és franciául beszél. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti műsora, beszélgetős műsora, és mai vendégünk Prőle Gergely, diplomata volt államtitkár, intézményvezető, az Evangélikus Egyház felügyelője. És mielőtt az első kérdést feltenném, természetesen az első szóval gratulációé, hogy Batyányi díjat kaptál az idei ünnepen, ez, ezért szívből gratulálok ehhez. Köszönöm szépen. Ugye említettem, talán az első megjelölés az volt, a diplomata, de nyilván nem csak amikor aktív diplomataként mondjuk nagykövet voltál Berlinben, illetve Bernben, hanem ugye máskor is ugye, gyakran jársz külföldön. Érzel hungarofóbiát külföldön, vagy éreztél egyáltalán korábban ilyesmit? Ezt most ugye gyakran hallani a kormányzati retorikában, hogy amikor vannak ezek a viták, akár az Európai Unióval, más országokkal szemben, hogy, hogy hogy, hogy, hogy az a hungarofóbia jelenség. Tudom, hogy ez ilyen értelemben nem új. Nagyon sokszor benne volt a magyar közbeszédben az, hogy minket nem értenek meg, hogy rossz indulattal közelítenek a magyarok felé külföldön, de hogy ez valóban így van, és ha így van, akkor ennek történelmi okai vannak, gyökerei vannak, vagy van valamilyen aktuális oka ennek. Mindenek előtt köszönöm a meghívást, és köszönöm a, a Batyányi díjhoz fűzött gratulációt, és azt talán fontos elmondani, hogy ez a, az állami töltött évtizedekért kaptam Gulyás Gergely jóvoltából, és azért is említem ezt, mert nem akarok kitérni a kérdés elől, és valóban ennek az államigazgatási szolgálatnak része volt a külügyi tisztviselőség, illetve a két nagyköveti tevékenység. És ha éreznék is olyat, hogy hungarofóbia venne minket körül, akkor nagyon gyorsan elhesegetném ezt a gondolatot magamtól, mert olyan téves pályára viszi a gondolkodást, és akár a külfölddel, legyen az diplomáciai közeg, legyen az a külföldi sajtó, annyira hamis irányba viszi el az érvelést, és egy olyan rossz lelki alkatot alakít ki, ha ebben a tudatban élünk, hogy hungarofóbia vesz minket körül, hogy az kimondottan káros abból a szempontból, hogy miképpen tudunk nemzeti érdeket érvényesíteni. A nemzeti érdekérvényesítésnek hátránya ez a fajta egyedülállóságra vonatkozó képzet, és az pedig különösen, hogy ezt a mi egyedülállóságunkat, ezt a gonosz külvilág. Nem érti meg, ez egy olyan lelki alkatot alakít ki, egy olyan rossz hozzáállást az ezzel kapcsolatos kommunikációhoz, hogy én, ha ilyet is láttam, láttam rossz indulatot, láttam előítéletességet, mindig nagyon igyekeztem elhárítani magamtól azt az érzést, hogy itt valami egészen különös, atavisztikus magyar gyűlölet venne minket körül. Ugye van most egy olyan ö, tragikus ö, esemény, ugye az Ukrajnában zajló háború, ö, amivel kapcsolatban ugye a magyar álláspontot azért sokan ö, a nyugati szövetségési rendszerben, hát finoman szólva, kritikával ö, szemlélik. Ö, és nyilván ez felerősítheti ezeket a vitákat, és ezt az érzést is, hogy ugye nagyon sok bírálatot is kap Magyarország azért, mert ö, hogy, is mondjam, csak egyfajta kettős beszédet alkalmaz, sokan így látják, illetve hát egy vannak, akik egyenesen pedig azt mondják, hogy itt, egy Oroszországnak ilyen előre tolt helyőrsége Magyarország. Te hogy látod a magyar pozíciót ebben az ügyben? Mert ez a kép, ez kialakult, ez kétségtelen, de hogy egyébként ennek mennyire van valós alapja. És mit lehet ez ellen tenni? Mert nyilván ez nem jó, hogyha ez a kép a Magyarországról, hogy ez, ez megváltozzon. Én nagyon érzékenynek tartom a mostani helyzetet, és azt gondolom, hogy nem állok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy Magyarországnak most nagyon nagy szüksége van arra, hogy a mozgás terét bővítse, és kialakítson egy olyan fajta jó indulatot, maga iránt, ami a nemzetközi elfogadottságát és a nemzetközi érdekérvényesítő képességét mindenképpen növeli. Ennek biztos, hogy az egyik összetevője a háborúval kapcsolatos, kapcsolatos álláspontunk. Nekem meggyőződésem az, hogy, a, hogy a, a, az egy helyes irány, hogy, hogyha valaki, mint ahogy a magyar kormány is, a magyar nemzeti érdekre hivatkozik. Tehát az, hogy azt mérlegeljük, hogy mi a magyar nemzeti érdek, ez valóban egy megfelelő megközelítés. A kérdés persze az, és itt megint bejön az első kérdésed a, a, az egyedülállósággal kapcsolatban, hogy ezt miképpen értelmezzük. Nekem az az eddigi tapasztalatom, hogy nyilvánvalóan van egy a mi földrajzi helyzetünkből adódó sajátos magyar helyzet. A műsor címe az ugye Kompország. Én ezt a külpolitikai múltamban, vagy a gyakorlatomban inkább úgy emlegettem, tekintettel a Kompország rossz konnotációjára, hogy ez inkább egyfajta forgatókorong. Ugye ismerjük ezeket a vasúti eszközöket. Tehát van egyfajta köztes helyzete az országnak, ami a keleti és a nyugati kiegyensúlyozottságot azt mindenképpen indokoltá teszi. Az én megközelítésem az az, hogy itt a, épp az egyedülállósággal szemben nagyon fontos lenne arra az arányra ügyelni, hogy itt mi valóban egy nyugati szövetségi rendszer tagjai vagyunk, egy erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, egy erős NATO szövetségben, aminek viszont az európai lába a hadi szempontból is, tehát hadi technikai felkészültség szempontjából is megerősített lába, az fontos. Tehát én úgy válaszolnék a kérdésedre, hogy örülök minden olyan megnyilvánulásnak, és azért ebből is van, ami abba az irányba mutat, hogy Magyarország ennek a szövetségi rendszernek az elkötelezett tagja. Hát a megszólalásokban, különösen mondjuk a köztársasági elnök megszólalásaiban ez erőteljesen megszokott jelenni, de ebből a szempontból is valamilyen. Értelme van annak például, itt kapcsolódik valami fel, a nemzeti érdek amit most például a magyar parlament csinál a svéd és finn NATO csatlakozás támogatásával kapcsolatban, hiszen Törökország az az egy másik ország, NATO tagország, amely még nem hagyta ezt jóvá, de hát a törököknél azért tudjuk, hogy ott van konkrét ok, hogy miért akadályozzák vagy lassítják ezt a hivatot, de Magyarországnál ilyet, Magyarország esetében egész egyszerűen ilyet nem látok. Igen, és itt az ezzel kapcsolatos indoklás az engem is elgondolkodtatott, ugyanakkor el tudom képzelni, hogy, hogy vannak olyan hangok a magyar közvéleményben, és különösen a kormánypártok hátterében, akik azt a kérdést felteszik, és bizonyos értelemben joggal teszik föl, hogy azok a Politikusok, vezető médiumok különböző nyugati országokban, akik holjoggal, holokkal, holok nélkül nyöstölik a magyar politikát és a belpolitikát, azokkal ebben a helyzetben vajon hogy is kéne bánni? Szeretném rögtön leszögezni, hogy szerintem is sokkal elegánsabb lett volna ha nem is elsők között, de a nagy tagállami fősodorban megszavazni ennek a két országnak a NATO tagságát, és foglalkoztatott is az a kezdeményezés, hogy, hogy vajon ez a parlamenti delegáció, ami most látogatást tett ebben a két országban, az arra miért is volt szükség? Ugye tudod, mire gondolok? Heged Csaba vezetésével, igen. Német Zsolt, Győri Enikő, Schaller Baros Ernő. És éppen ezért igyekeztem is tájékozódni ebben, hogy ez, ez hogy is zajlott, hiszen, hiszen ennek a delegációnak az összes tagját nagyon jól ismerem, kedvelem is kiváló politikusnak tartom őket. Német Zsoltal, Győri Enikővel hosszan együtt dolgoztam a külügyminisztériumban. Tisztában vagyok azzal, hogy mennyire európai ügyekben, transatlanti ügyekben elkötelezett politikusokról volt szó, vagy van szó. És azt a választ kaptam, hogy ezeknek a tárgyalásoknak annyi értelme biztosan volt, hogy soha ilyen magas szinten Magyar parlamenti delegációt ezekben az országokban nem fogadtak. Tehát tárgyalás taktikai szempontból, és itt most nem az eleganciáról Igen. beszélek, hanem érdekérvényesítő tárgyalás taktikai szempontból az az érdeklődés, amit ez a kiváró vagy halogató magyar álláspont kiváltott, ez végül is a magyar érdekérvényesítés szempontjából, nem mutatkozott haszontalannak. Ugye az minden újságcikkben benne van, hogy Magyarország jelezte előre, hogy ez itt rendben lesz, csak egyelőre nincs rendben. Az, hogy itt a parlamenti menetrendre történik hivatkozás, ez mondjuk valóban furcsa annak fényében, hogy vannak törvények, nagy horderejűek, amiket akár fél nap alatt át lehet hajtani a parlamenten. Igen, én egy kérdés, még maradjunk a háborúnál, mert azt gondolom, hogy ennél fontosabb téma nem nagyon van ma a világban, a közéletben. A kormányhoz így úgy kötődő sajtóban, nem feltétlenül mindig a vezető politikusok nyilatkozataiban, bár néha ott is, azért rendre felvetődik itt a nyugatnak a felelőssége is. Tehát azért azt mindenki ezt tudta mondani, hogy és hát nyilván ez az igazság, nehéz ezt másként értelmezni, hogy ki az agresszor és ki az áldozat. Tehát ugye Putyin indította el ezt a e, háborút. De szerinted van-e ebben a háborúban a nyugatnak, jelesül elsősorban Amerikának bármilyen felelőssége, van-e értelme erről beszélni? E, és ez, ez a, ez a, ez a, ez a diszkózus, hogy megjelent, ez nem mégis csak arról szól, hogy ez a fajta kompország e, még mindig itt van Magyarországon. Tehát ez a fajta felfogás, hogy hogy egy ilyen egyértelmű vagy egyértelműnek látszó helyzetben is sokan hezitálnak, hogy most akkor melyik oldalon kellene állni. És itt most nem a politikáról beszélek, hanem ugye ez a van a közvéleményre is. Kicsit visszamennék az első kérdésedre, ahol, a, ahol ugye a magyar fóbiáról kérdeztél. Kicsit kitágítanám az a kapcsolatban mondottakat. Mindenféle rögeszme káros. Az a rögeszme is, hogy a nyugat folyamatosan hanyatlik, az a rögeszme is, hogy a nyugati világ az minden szempontból ideális. Az a rögeszme is, hogy az Egyesült Államok az egyértelműen a szabadság hazája, is, ott minden fenékig tejföl, mint ahogy az is egy teljesen hamis és tarthatatlan rögeszme, hogy a e, igazi keresztény meggyőződés és rendszeretet és családközpontuság az a nagyszerű orosz gyepéken terem, mert ott vannak az igazi keresztények. Tehát e, oly mértékű az ezzel kapcsolatos e, hogy is mondjam, leegyszerűsítő gondolkodás, amit természetesen felerősít a, az információ felgyorsulása. Tehát most ez persze messzire, messzire vezet, de én azt gondolom, hogy a, az internetes világ, az internetes kommunikáció egyik legnagyobb átka az, hogy a, a gondolatok simplifikálódnak, hogy oly mértékben baltával faragott üzenetek fogalmazódnak meg, ami egy józan érvelést, Lehetetlenné tesz. Ez volt a rövid bevezető. Igen. Ugye a, a, a kérdés az, annak van egy történeti dimenziója. Az Egyesült Államok egy sajátos helyzetben van, volt az egész 20. században. Mi történt? Az első világháború után az Egyesült Államok visszavonult a tengeren túlra, nem maradt itt. Lett is belőle baj a második világháborút követően nem vonult vissza igen jelentős katonai jelenléttel, és nem csak katonai, hanem bizony civil társadalmi, a sajtót befolyásoló jelenléttel maradt az európai kontinensen. Én a ennek tanulja voltam. Marsalsegély és minden egyéb más. Tehát én, én pontosan láttam azt, hogy a, például a a német sajtó szerkesztőségi szobáiban milyen módon volt, amikor én ott szolgáltam, azért az nem volt olyan régen, és bizonyos értelemben e, nyilván e, egy más generáció által képviselve, de van mind a mai napig jelen ez a fajta óvatos kontroll, hogy a társadalmi tudatosság az milyen, milyen irányba mozdul el. Nincs ebben semmi meglepő. Azért maradtak itt. Ezért hallgatták le még az egyébként sok szempontból szentélyavatot Barack Obama idején a német kancellár mobiltelefonját is. Hát mi ez, ha nem egy tudatos kontroll az európai viszonyok fölött, aminek persze van számos olyan pozitív vonatkozása is, mint például a NATO 5-ös cikkeje, ami egy ilyen általában legyengült európai katonai infrastruktúra mellett csak az amerikai véderőre támaszkodhat egy ne Isten megvalósuló támadással szemben. Tehát ennyit arról, hogy mennyire van benne a nyugat, vagy nincs benne a nyugat abban, ami ott történik. Mindezzel együtt az, hogy ez a háború elindult, ez a orosz Felelősségnek a megkérdőjelez, megkérdőjelezhetetlensége az teljes egészében nyilvánvaló. Tehát mondhatunk bármit arról, hogy itt micsoda mesterkedés zajlott korábban, meg hogy az ukrán forradalmat kirobbantotta ki, meg hogy zajlott ott a, a, a politikai minden egyéb érdekérvényesítés, én ezt orosz szempontból egy óriási taktikai hibának tartom, ami Oroszországot évtizedekre vissza fogja vetni ebben a számára is fontos európai, európai gazdasági és politikai kapcsolatokban. Itt ugye Németországnak van egy vezető szerepe. Még akkor is, még akkor is, hogy, hogyha jelen pillanatban, és ezt nem csak a magyar kormányzati propaganda mondja, hanem már a, az abszolút józan orosz elemzők, sőt a nyugati elemzők is, hogy valóban ezek a gazdasági szankciók, ezek igazából nem voltak hatásosak ö, 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 annak érdekében, hogy Oroszországot Múresre lehessen tanítani. Igen, csak akkor itt feltűnik a kérdés, hogyha ugye, a nyugat nyilván közvetlenül katonailag nem tud részt venni ebben a konfliktusban, hiszen tudjuk, hogy az valóban olyan eszkalációhoz, eszkalációhoz vezetne, amit senki sem kívánhat. De akkor, ha a szankció nem elégséges, akkor milyen más eszköz van arra, hogy, hogy, hogy ennek a háborúnak véget vessenek, illetve hogy megállítsák az agresszort? Mert végül is ez lenne a cél. Ne várt tőlem, hogy én most valami korszakalkotó megoldással álljak elő figyelem, hogy miket mondanak különböző emberek, és már többször elmondtam, van egy eléggé, hogy is mondjam, csak letaglózó vagy kiábrándító személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban, amit igazából fel se tudok fogni, hogy valaha részem volt benne. Ez Lambsdorff gróf 80. születésnapi vacsorája a berlini Hiltonban, ha jól számolom, 17 évvel ezelőtt ahol a feleségemmel ö, részt vettünk, és mit tesz Isten, ez egy szűk körű dolog volt, ott volt Henry Kissinger. És volt a falon egy térkép, ez a Hiltonnak egy ilyen könyvtár, szobaszerű, elegáns vacsorázó helye volt, és akkor a, a, a matuzsálem, amerikai politikus, ugye május 20-án lesz száz éves, oda ment a térképhez, és azt mondta, na hát itt van a nyeper, hát nagyjából addig fog Oroszország eljönni a többivel, meg azt csinál Európa, amit akar. Ez egy olyan 17 évvel ezelőtt, ez egy olyan, eh, hogy mondjam, vérfagyasztó eh, mondat volt eh, abban a helyzetben, többen próbáltuk ott, hát én nyilván abszolút ilyen zöldfülű, nyeretlen kezdőként nagyon visszafogott és szerény voltam, de hát ott voltak ugye ilyen 70-80 éves e, tapasztalt politikusok, és hát azok mondták, hogy na, de az állami szuverenitás, még mi, mi. Hát, de. szóval a, az öreg Kissinger, mint, mint egy ilyen e, mondjuk úgy reálpoli, klasszikus reálpolitikus, ezt annak idején e, e, szinte tényként kezelte. Na most nem akarok én ebből messze menő következtetéseket levonni, és az, hogy Ukrajna önrendelkezési jogát nem szabad kétségbe vonni, ez is teljesen nyilvánvaló, és az is nagyon fontos, hogy ebben legyünk nagyon, de nagyon következetesek. De a, a reálpolitikai megközelítés azért az mégiscsak azt mutatja, hogy itt a, a, a Krím elfoglalását végül is Európa és a nemzetközi közösség tetszik, nem tetszik, lenyelte. Azt is tudjuk, és itt egy négy évvel ezelőtti utazásom a, a feleségem dolgozott Kisinyovban, egy ilyen parlamenti twinning, programon, és ott meglátogattam, és akkor volt egy őrült érdekes utazásunk Kisinyovból, Ogyesszába. És sikerült úgy intézni, hogy megálljunk Transnistrián. És hát az egy, az egy orosz garnizon. Igen. Tehát Bendervára ami egy klasszikus erődítmény, tehát egy ilyen 18. századi építmény. Az a különlegessége, hogy egy kicsit a bulvár szempontoknak is megfeleljünk, hogy maga Münchhausen báró is ott szolgált, ki van állítva az a képzeletbeli ágyugójó, ami nő lovagolva röpült ott át a mocsáron, meg azt ugye nem láthatjuk, hogy kihúzza saját magát a a hajánál fogva a mocsárból, bár ez egy fontos kelet-európai tulajdonság lehetne. No, tehát az is ott van most már évtizedek óta. Tehát az, hogy itt valami készül, hogy itt ezek a dolgok zajlanak, mindegy. Azt akarom csak ezzel mondani, hogy a reálpolitikai megközelítés bármennyire is nagy az együttérzés, és jogos az ukránok iránt, és az ő érdekérvényesítő képességük, vagy, a, vagy akár a hősiességük iránt, a reálpolitikai megközelítés mégiscsak abba az irányba mutat, hogy itt ezeket a keleti tartományokat, Donetsk, Luhansk, illetve a Krímet, egyfajta vagy befagyott konfliktusként, vagy pedig egy népszavazás kapcsán valamilyen módon egy új, Rendszerbe helyezve valahogy így fog megállni a, ez a konfliktus, én őszintén szólva... ezt, ezt Putyin mondjuk győzelemnek el tudná adni? Ö, hiszen ugye, ne, sose definiálta pontosan, hogy mi ennek a háborúnak a célja. Az elején elég nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen villámháborús terv volt, hogy lerohanja ö, Ukrajnát. Na, úgy nem tudok, de nem is szeretnék Vladimir Putyin fejével gondolkozni. Tehát ö, ö, én nagyon remélem, hogy azért előbb-utóbb mind a két oldalon, és ez a, ez, a, ez a, legfőbb, hogy is mondjam, tehát a, a, a legfőbb szempont. Tehát, Előbb-utóbb azért csak valamilyen módon föl kell fogni a mindkét félnek, hogy az, hogy ottan naponta ezrek halnak meg. Hát szóval egészen elképesztő, hogy az micsoda egy micsoda egy húsdaráló. Ezek az orosz fegyverek, amik most ugye ezt az iszonyú hőt produkálják, most nem jut eszembe a bombának a neve, tehát ezek valami olyan, olyan barbár módszerek, de hát most az, hogy orosz élet, vagy, 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 vagy ukrán élet, szóval ez, én azt gondolom, hogy minden befagyott konfliktus jobb annál, mint hogy ez a húsdaráló tovább működjön. De ha már kissinger is említetted, én nekem eszembe egy másik személyiség, a Habsburg alapítványnak az igazgatója vagy, és hát Habsburg azon személyiségek közé tartozott, akik egyébként már elég korán ha úgy tetszik, felismerték a putini politikát, a putyin személyiségét, és mint egy előre óvták Európát, hogy előre óvta Európát attól, hogy mondjuk túl közeli kapcsolatba kerüljön Putyinnal, és hogy, és hogy mondjuk barátként tekintsen rá. Nem lehet, hogy itt nagyon sokan naívak voltak Putyinnal kapcsolatban, tehát, és mondjuk itt a német politika, ami itt nyilván Európai Unióban nagyon befolyásos, és és, és, meghatározza az irányt. Tehát, hogy ez a fajta keleti politika, ami most úgy tűnik, hogy ugye idejét múltjá vált ezzel a háborúval, hogy ez fajta egy, egy naív feltételezés volt, és a putyini politikának a félreismerése volt, hiszen de is mondhat, hogy a világ voltaképpen tudomásul vette a krím elfoglalását, azt, mondtad, hogy ott kelet-ukrajnából bizonyos területeket gyakorlatilag már Oroszország uralt a háború előtt is, de hát akkor fölvetődik az a történelmi párhuzam, hogy láttunk már olyat, hogy a Európa és a világ enged egy agresszornak, és mondjuk bizonyos követeléseit teljesíti, de a vége annak a legnagyobb világégés lett végül is. Nagyon sok az összecsengés és a történelmi párhuzam. Én azt se tartom véletlennek, hogy a, az alvajárók szó az nagyon gyakran elhangzik. Ugye ez, ami az első világháború kiterés, kitörését megelőző időre vonatkozik. Tehát az a fajta háborús retorika, üzleti érdek, belpolitikai megfontolások, hisz azért ne felejtsük el azt az alapvető szempontot, hogy minden politikus, ha valamiben mindenféle bölcsesség és államférfiú erény mellett elsősorban abban érdekelt, hogy megválasszák a saját választói. Tehát mindezeket egybevetve nagyon sok az ilyen történeti összecsengés. És örülök, hogy említed a, ezt a Habsburg idézetet, valóban óriási karriert csinált ez a 2003-as felvétel, ahol egy, egy Brégenci politikai gyűlésen, azért gondoljunk csak bele, 91 évesen, tehát Igen. azért nem Igen. akármilyen és ennek, ennek ellenére, vagy emellett fantasztikus szellemi állapotban azt mondja, hogy hát ő bizony, egyébként ez is egy érdekes történelmi összefüggés, ott volt akkor Dresdában, amikor a, a, a nép megostromolta, vagy körbevette a KGB központot, és valóban ő az, aki óvott attól, hogy egy volt KGB ügynökben, a demokrácia és a demokrácia, demokratikus értékek legfő lássuk. Lehet azt mondani, hogy itt rengeteg naivitás volt ebben, de ez nem egy új keletű naivitás, és ennek is megvan a maga geopolitikai háttere, ami mi más lenne, mint egy, mint egy reálpolitikai megközelítés. Tehát az, hogy Németország, és itt nem a, nem a jobb oldal, hanem a szociáldemokraták jártak igazán elől a stabilitási politikával, ami ugye Willy Brandt és, és Egon Bár nevével fémjelezhető, de ez is egy 300 éves tradíció, több mint 300 éves tradíció, az orosz és a porosz közötti egy betű eltérés, Mondhatnánk azt is, hogy ez nem, a, ez nem a véletlen műve. Itt két kontinentális hatalomnak a stratégiai együttműködéséről van szó, ami évszázadokra megy vissza. Az, hogy Németország érdekelt az Oroszországból érkező nyersanyagokban, és Oroszország pedig érdekelt a Németországból jövő technológiában, ez, 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 egy olyan, ez, egy, olyan, adottság, ami a, a, két ország együttműködését évszázadok óta meghatározza. És ha ez hozzád azt, ami szerintem nem elhanyagolható szempont, hogy például az a nagy Katalin cárnő, akinek a nevéhez fűződik ez az új Oroszország, ez a Novarasszia elfoglalása, Ogyessa és mindaz, ami még onnan nyugatra éppen Transnistria irányába esik. Azért ő csak egy német hercegnő volt, aki férjhez ment a korábbi orosz cárhoz, és így lett maga cárnő később. Tehát én azt hiszem, hogy ezt lehet naivitásnak nevezni az elmúlt évtizedekre vonatkozóan, de ez egy olyan történelmi, hagyomány, gazdasági szükségszerűség, ami jogossá teszi a német kancellárnak ezt a bizonyos Zeitenwende, vagy, vagy, vagy nem is tudom, hogy fordítják ezt magyarul, időfordulás, fordulás, fordulat kifejezését, ami egész, teljes egészében átrajzolja, át kell, hogy rajzolja a politikai gondolkodást, és ennek bizony az oka az, hogy Putyin beteljesítve Habsburgottól jóslatát végül is ezt a háborút kirobbantott. Nagyon jó, hogy most már Németországra tértünk, mert azt hiszem, hogy Magyarország mellett nyilván van európai ország, aminek a közéletét, politikáját jól mert az Németország, hiszen Berlin nagykövet is voltál, de nem csak ezért. lehet -e már valami fajta mérleget vonni a Merkel utáni korszakról, és itt most a, a magyar-német kapcsolatok tekintve teszem fel ezt a kérdést, hiszen sokan úgy tartották, hogy amíg Angela Merkel volt, addig kancellár volt, addig egyfajta védőernyőt jelentett a magyar kormánynak úgy Orbán Viktor számára. Tehát, hogy ezek a konfliktusok, amik az Európai Unióval már ugye a 2010-es kormányváltás után elindultak, ezek egy sokáig azért egy bizonyos mederben maradtak. És most úgy tűnik, hogy az új Német kormány, hát nem annyira új már, de ugye a Merkel követő ö, koalíció, az máshogy viszonyul ö, a mostani magyar politikai vezetéshez, hogy egyáltalán ez, ez így van-e, és hogy ennek egyébként milyen következményei lehetnek, ha így van. A helyzet itt se ennyire egyszerű, mert azért ne felejtsük el, hogy a jelenlegi német kancellár az korábban alkancellár volt Angela Igen. Merkel alatt, és nagyon sok mindent látott és képviselt is azokból a, az elemekből, amik a Merkel-kormányt jellemezték. Most valóban más a helyzet, hiszen egy olyan párt is tagja a német koalíciónak, az Zöldek, amelyik valóban nagyon ideológikusan viszonyul számos kérdéshez, bár azt meg kell mondani, hogy pont a háború kitérését követően az a fajta, minek nevezzük gyakorlatiasság, amivel ők például a foszilis energiák további használatához, vagy adott esetben a, a cseppfolyós gáz importjához viszonyultak, vagy akár még ha csak hónapokra is az atomerő, atomerőművek működési idejének meghosszabbításához. Ez valóban olyan, mintha átugrották volna a saját árnyékukat. Na de vissza a, a magyar-német viszonyokhoz. Én nem hiszem, hogy Angéla Merkelben valami valami látványos magyar barátság, vagy akár a, a kereszténydemokrata internacionális, jegyében kifejtett szolidaritás lett volna a legfőbb motivum. Azért a német politika eltekintve egy-egy ilyen nagyon ideológikus megnyilvánulástól alapvetően szintén érdekvezérelt. A német gazdaság jelenléte Magyarországon oly mértékű, oly mértékű, hogy, hogy a Magyarországgal vonatkozó gondolkodásnak német, a német politikusok körében is szükségszerű eleme az, hogy, hogy ezek a kapcsolatok azért ne legyenek nagyon rosszak. Persze, vannak különböző kritikák, meg ilyen megjegyzés, olyan megjegyzés. És ez Ezért, ugye azért, És ez, és ez persze, ugye ez egy új fejlemény az elmúlt években, hogy mi is szeretjük mostanság már a a német politikát, olykor szerintem nagyon szerencsétlen módon mindenféle ilyen, ilyen náci hasonlattal elintézni ezek hely, helyel közel nagyon gusztustalan megjegyzések, nem vezet szerintem jóra. De ugye a lényeg az, hogy azért bizonyos adottságok azok megmaradtak. Tehát most mindig az autóipar szoktuk Igen. emlegetni, és ha megnézzük, akár csak pont ma olvastam, mindig reggel megnézem ezt a politikó nevű brüsszeli, hogy mondjam, milyen irányba állítót, úgy kell bizonyos értelemben kezelni. Azért az, hogy Németország a benzin meghajtású autók életfázisát, vagy minek nevezzük, ki akarja tolni, és az utolsó pillanatban, pont a ratifikációs időszakban próbálja ezt megtorpedózni, nyilván erős magyar támogatással is, de hát vannak ott mások. Tehát, hogy ez a rossz fiú szerep, ez most történetesen Németországnak jut, és itt Magyarországra szövetségesként számíthat, ezt nem felejthetjük el. De mondok mást, ami megint persze egy más Nemzetközi kapcsolatrendszert és pedig a francia kapcsolatot érinti. Ne felejtsük el, hogy a miniszterelnök most járt Párizsban. Ami szerintem egészen elképesztő német álláspont az az, hogy a német kormány most a Siemens számára megpróbálja megtiltani, Igen. hogy a Paksi atomerőmű bővítésére ezeket a, a ha jól tudom, vezérlési, berendezéseket leszállítja, bekalkulálva azt is, hogy a német adófizetők kontójára azt a ködbért ki kell fizetni, ami a szállítás elmaradása esetében esedélyes. Ez egy elég erőteljes lépés. Ez egy erőteljes lépés, ráadásul itt Franciaországgal is Szembe kerülnek, ugye ne felejtsük el, hogy Franciaország megvette Németországtól ennek a technológiának egy részét akkor, amikor Németország még Merkel alatt úgy határozott, hogy leállítja az atomerőműveket. Na most ez, ez egy nagyon durva beavatkozás lenne, aminek én nagyon remélem, hogy egyfajta belátás lesz a vége, már csak azért is, mert itt, itt német önérdekről is van szó. Tehát a német iparpolitika hosszú távú érdekei azért ö, azok nem lehetnek ilyesfajta ideológikus megfontolások áldozatai. Az se véletlen egyébként, hogy a német fegyvergyárak olyan előszeretettel fejlesztenek Magyarországon, Igen. és bizonyos termelési kapacitást is hoznak ide. A német iparban, a német gazdaság vezető, képviselői, vezető képviselőiben van egy alapvető és teljesen megalapozott félelem a zöldek politikájától. És ennek bizonyos értelemben Magyarország a haszonélvezője. Németországban egy kicsit Magyarország felé menve, ez érdekes helyzetben vagy, hiszen a 90-es években a Friedrich Naumann alapítványnak volt állít az igazgatója Magyarországon, ez ugye a német szabaddemokrata párthoz köthető alapítvány, és Magyarországon akkor a fidesz és az sds szel ápolt kapcsolatokat, és ekkor a Fidesz ugye a liberális internacionálinak volt a, a, tagja, Orbán Viktor Jól, hiszem, alelnöke is volt ennek a szervezetnek, majd 98 környékén ugye a Fidesz átlépett a, a, az Európai Néppártba, most viszont pár évvel ezelőtt, hogy a néppártból is kilépett, kizárták, önként kilépett, tehát ez nyilván nézőpont kérdése. Az, az, baj a Fidesz és a Magyarország szempontjából, hogy a Fidesz jelen pillanatban most egyedül áll, tehát az egyedülállossággal kezdtük ezt a beszélgetést, az európai politikai szintére most úgy tűnik, hogy egyedül van, a képviselői az Európai Parlamentben független képviselők, ami azt jelenti, hogy hát olyan nagy súlyuk nincsen, és jelen pillanatban nem is nagyon látszik az a szervezet, amiben a Fidesz be tudna tagozódni. Erről vannak előkészületek, meg sokat lehet erről hallani, bár mostanában mintha kevesebbet. De nekem most úgy tűnik, hogy, hogy a Fidesz talán eltaktikázta magát ebben a történetben. Igen. <laughs> Ö, szerintem ez, ez egyértelmű, és a... Ezt bizonyos értelemben és semmiféle elégtételt nem érzek ezzel kapcsolatban, de a, a válasz online hasábjai nekem egy hosszú cikkem jelent meg, most már három és fél évvel ezelőtt szörnyű gyorsan megy az idő, vissza a néppártba címmel, felkiáltójel. Ahol pontosan azokat a szempontokat gyűjtöttem össze, hogy mindenfajta baloldali elhajlás, ami valóban tapasztalható a néppárt egyes pártjaiban, mindenfajta ezzel kapcsolatos bénázás, kritika minden egyéb ellenére a magyar nemzeti érdek, a magyar érdekérvényesítő képesség szempontjából döntő fontosságú, hogy a vezető magyar kormánypárt annak a politikai családnak legyen a tagja, ahol egyébként a legnagyobb eséllyel vannak olyan politikusok, most viszonylag kevesen, akik kormányzati szerepben vannak az Európai Unióban. Tehát az a fajta hagymázas elképzelés, hogy majd előbb-utóbb Marine Le Pen, Salvini mester fogják a, a, az európai ügyeket kézbe venni, és ők fogják irányítani. Ez abszolút naívnak bizonyult, ráadásul annak fényében különösen, hogy hogyha egyiküket megválasztják, mint ugye, hogy nagyon ügyesen Melóni miniszterelnök asszony kormányra lépett, és a véleményem szerint őrült ügyesen taktikázva van benne az európai fősodorban, amikor azt látjuk, hogy még ő is, Manfred, Manfred Weberrel, akinek szintén nem ment el teljesen az esze, és pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy, eh, ahhoz, hogy Európában eh, a néppárti, konzervatív, kereszténydemokrata, polgári nevezük, aminek akarjuk, politikai tábornak többsége legyen, ahhoz neki, ezekkel az erőkkel is együtt kell működnie. Meg is kapja magáét, hiszen a Bajor miniszterelnök kiosztotta a saját emberét, Manfred weber hogy mit képzel, hogy itten barátkozik ebben a furcsa olasz asszonysággal. No, tehát én azt gondolom, hogy itt ezt ezt sokan benézték. És De nem látszik a korrekció. Tehát az szerintem a, hogy... látszik. Szerintem Miben? látszik. Én azt gondolom, hogy akár Navracsics Tibort hallgatom, akár Gulyás Gergelyt hallgatom. Azt gondolom, hogy a Magyar Köztársasági elnök is bizonyos értelemben önkritikát gyakorol akkor, amikor ezekkel az erőkkel próbál egy más hangot megütve újra jó viszonyba kerülni. Tehát én nem, nem látom, és Orbán azt, Viktor, hogy. hiszen azért csak az ő szava döntő ebben a kérdésben is? Az ő szava döntő, én Normán Viktort egy nagyon okos embernek tartom, és nem hiszem, hogy a saját maga ellensége lenne. Itt valamit ki kell találni annak érdekében, hogy ezek a folyamatok jó irányba menjenek. Nekem nagy reménységem van a Magyar Uniós elnökség másfél év múlva. Esedékes időszakával kapcsolatban, ahol Magyarország ugyanúgy, mint 2011-ben meg tudja mutatni ezt az európai elkötelezettségét, és világosá tudja tenni azt, hogy ez alapvetően egy a nyugati értékrendhez kapcsolódó ország. Ezen közben persze dolgozni kell azon, de hát ezért vannak a politikai beszélgetések, meg a, meg a diplomácia is végső soron hogy a néppártban ez a, fajta, ez a fajta elfogadottság újra meglegyen. Tehát a, a, a néppárti politikusok részéről Magyarország számára a politikai jó indulat visszanyerése, az döntő fontosságú. És azért egy valamit ne felejtsünk el, és ez... Hogy mondjam csak, amit Manfred Weber csinál Melónival, ez voltaképpen ugyanaz a kísérlet, ami, ami Orbán Viktornak Magyarországon most már elég régen úgy tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy a sikerének a kulcsa. Én, hogy mondjam, az én helyzetem bizonyos értelemben egyértelmű akkor, amikor ugye Pannónia és Hunnia, Viszonyáról beszélek. Én egyértelműen a pannon oldalon állok, de tudomásul kell vennem, nekem is, hogy Magyarországon, és ugyanez igaz Európára is, nyilván mutatis mutandis más összefüggésben, hogy polgári többség csak akkor tud kialakulni ebben a modern világban, ahol a kereszténység és az antikommunizmus már nem kevés. Hogyha ha pannónia és hunnia az egyszerre e, tud érvényesülni. Ha van valaki, aki ezt a e, szélsőségbe hajló, ultrakonzervatív társaságot és a, és a e, polgári bizony, liberális, konzervatív közösséget össze tudja fogni. Ha ez valakinek nem sikerül, és ezt látjuk Németországban, akkor a büdös életbe ebből polgári kormányzás már nem lesz. Tehát lehet választani a szociáldemokrata, zöld, posztkommunista változat, és egy olyan változat között, ahol bizony benne vannak olyan hangok, olyan erők is, akiknek a megnyilatkozásai bizony néha orfacsaróak. Ez ezzel jár. Azt hiszem, hogy az a kérdésem bizonyos értelemben már okafogyottá vált, amit fel akartam tenni, hogy a, a Huxit, tehát Magyarország kilépés az Európai Unióból az egy, az egy akár hosszabb távon reális forgatókönyv lenne, mert úgy gondolom, az az egyértelműen az, hogy nem. Úgyhogy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy hogy azt mondod, hogy Orbán Viktor ugye egy ö, okos politikus, ö, és hogy a, nem a racionalitást azt azért tiszteletben tartja. De azért láttunk már őt a történelemben nem keveset, akárha erre a háborúra gondolok, mert ez egy más léptékű ügy. Hogy azért nem mindig Racionális döntések születnek, tehát előfordulnak. Akár ez a néppárti történet is, ami nyilvánvalóan nem olyan horderejű, mint hogy az uniós tagság vagy nem tagság kilépés kérdése. De azért az is egy olyan dolog volt, amit sokan korábban el sem tudtak képzelni, hogy ez bekövetkezhet. Hiszen a Fidesznek azért évtizedes munkája volt az, hogy az Európai Néppártba beépüljön, és, és ott olyan kapcsolatrendszert építsen ki, ami a hasznára válhat. Tehát, hogy ö, akár nem, tehát nem fajulhatnak el odáig a, a dolgok, a viták, ugye látszik, hogy az uniós forrásokról való egyezkedés miért sem látni egyelőre a, a végét ennek, hogy, hogy miben lehetne megállapodni. Visszatérnek arra, amit itt az előbb csak egy fél mondatban említettem, ez a 24-es magyar uniós elnökség. Úgy nem lehet uniós elnökséget vinni, hogy mi folyamatosan az európai nomenklatúrát gyalázzuk nem lehet folyamatos brüsszelezéssel készülni a, az uniós elnökségre, mert ugye ott az a bizonyos honest broker szerep, tehát az, ami az európai ügyeket igyekszik közvetíteni, jó irányba továbbvinni, apró, de fontos hangsúlyokat adva ennek a, a, az európai politikának. Tehát ez ez egy, ez egy, olyan elkötelezettséget jelez, amit, 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 kommunikációsan is komolyan kell venni. Van persze egy másik jövő évben esedékes esemény, ez az európai parlamenti választás. Tehát hogy küldjünk mi embereket az európai parlamentbe, hogy, hogyha egyébként nem hiszünk abba, hogy az jó. Na most, itt van egy személyes érdekeltségem is, mert a, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen programigazgatója vagyok egy kurzusnak, ami nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megvalósítani. Ez egy olyan képzés, a Nemzetek Európája Karrierprogram, ami arra hivatott, hogy az európai adminisztrációban, ugye Brüsszelben minél több jól képzett magyar tisztségviselő legyen. Ez egy sikeres program, hála Istennek sok jelentkező van, kiváló ö, ö, tanárokkal. Ugye ott mindig el kell mondani, és kicsit büszke is vagyok a jelmondatunkra: erősítsük együtt Európát. Valóban erősítsük együtt. Ne ellene beszéljünk, hanem. Pontosan világítsunk rá azokra a pontokra, ahol ezt a, ezt a lenyűgöző projektet, ami azért ne felejtsük el, hogy bár tudjuk, mi zajlik a szomszédban, de hát több mint 70 éve biztosítja a békét Európában. Hát, hogy csak erre tekintünk, hát ez egy óriási dolog. No, tehát, hogy ezt próbáljuk meg tudatosítani magunkban, hogy itt van egy, van egy közös felelősségünk, és mindennek a tanulsága az, hogy én nagyon aggódom amiatt, amikor nagyon sokat hallom különböző csatornákon azt a sugalmazást, hogy ott Brüsszelben csak kivagyi, korrupt, szivárványos, migránsimogató idióták ülnek. Tehát ennek ha ezt sokan mondja valaki, még a végén a magyar nép lesz olyan balga, és ezt elhiszi. Ez egy nagyon veszélyes Most, uh, hát, hogyha ezek az üzenetek terjednek, azért ez, egy, ez is egy, egy politikai akaratnak a, a kérdése, azért tudjuk. Tehát, hogy ez, ez nem spontán alakul ki. Igen, a persze. Hát, a, hát a, a politikai kommunikációnak egy nagyon fontos eleme az, hogy mindig megtaláljuk a megfelelő. A megfelelő uh, ellenszabású politikai célja van ennek? Igen, és ezért, uh, bár látom azt, hogy a magyar, a, a magyar közhangulatban, uh, uh, hogy mondjam, egyfajta ollószerűen nyílik az a, uh, az a meggyőződés, hogy az, amit mi fontosnak tartunk, az az európai értékrend, vagy a Brüsszel által képviselt értékrend szempontjából egyre inkább elviselhetetlen. Vagyis a belpolitikai érdek az azt mutatja, hogy ezen a hullámon lovagolva lehet Magyarországot többséget szerezni, ami viszont az európai percepció szempontjából rossz. Mire gondolok? Migráció... Gender kérdés, és most a, most a háború, ugye? A magyar népességben, és ezzel lehet szomorkodni, lehet, hogy mondjam, milyen szociológusi, társadalomtudományi szempontból semlegesen közeledni hozzá, ezeknek olyan az inkább konzervatív elfogadottsága a magyar népességben, hogy nincs olyan magyar politikus, akinek nem kéne erről tudomást szerezni. A nagy kérdés az, hogy hogy lehet ezt valahogy úgy összhangba hozni az európai szempontokkal, hogy ennek ne az legyen a vége, hogy ez az egész projektum szétesik hanem tényleg ez az együtt erősítsük Európát szempont, ez érvényesülni tudjon, mert hiába beszélünk magabírásról, Magyarországnak semmi esélye egyedül ebben a, ebben a versenyben, tehát mi nagyon, de nagyon rá vagyunk utalva arra, hogy Európa sikeres legyen, és abban Magyarország sikeres legyen. A beszélgetés végén egy témára szeretnék még rátérni, ez a bizonyos kultúrharc. Egyrészt, hogy te ennek a kultúrharcnak az áldozatának tartod a -e magad. Aki esetleg nem tudná, hogy miről beszélek, -e, mondanám, hogy ugye néhány évvel ezelőtt a mondjuk így a kormánypárti sajtóban egy, egy külső egy személy volt így a szakácsárpád, aki mint a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójaként támadott téged, hogy túlságosan liberális szemléleted van, ha ezt a beszélgetést néz, akkor lehet, hogy ebben a meggyőződésében megerősödött. És ugye a vége az lett, hogy Téged, te el is, de te Eltávolítottak ebből, ebből a múzeumból, a múzeum éléről, és Demeter Szilárd váltott ebben a pozícióban. Egyáltalán, ugyanakkor azt is olvastam nemrégiben, hogy a szakácsápád, hát nem azt mondom, hogy ezt megbánta, tehát hogy az ő, hogy mondjam, nézetei nem változtak e tekintetben, őnek inkább a hozzáállása változott meg a, a kormány a kapcsolatban. Azt mondta, hogy hát igazából ennek így önmagában semmi értelme volt, semmi értelme nem volt. A folyamatok nem változtak, kicsit mintha úgy, úgy éreztem, hogy ő arról beszél, hogy, hogy talán föl is használták őt, őt, őt ebben az ügyben, tehát hogy igazából ha most megtenné, vagy most nem biztos, hogy belekezdene ebbe a, a történetben. Hogy látod ezt is egyáltalán? Tudom, hogy erre nagyon nehéz így röviden válaszolni, de hogy de hogy egyáltalán Magyarországon a kultúrpolitikának hol van most a, a központja, mi a fő iránya, mert nekem ez egy kicsit zavarosnak tűnik most. Nem biztos, hogy nehéz röviden e, válaszolni rá. E, erre én csak annyit mondanék, hogy e, hazudnék, ha azt mondanám, hogy e, nem... E, néznék szívesen mindazok szemébe, akik annak idején közös könyvet jelentettek meg Szakács Árpáddal, ünnepeltették magukat a polgári úri közönség körében, hogy milyen nagyszerű gondolatok fogalmazódnak is meg, de alapvetően azt tudom neked mondani az egésszel kapcsolatban, amit a beszélgetés elején Magyarországgal kapcsolatban mondtam, hogy hogyha én a kultúrhalc áldozataként tekintenék magamra, akkor egy olyan helyzetben lavíroznám magam, ami a gondolkodásom reménybeli józanságát vagy egészségét érdemben veszélyeztetné. Úgyhogy én ezt a fejezetet lezártnak tekintem a magyar közpolitika engem érintő olyan abszurditásának gondolom, amiből persze sokat tanultam, de igyekszem távol tartani magam a hatásaitól. Főleg nagyon köszönöm a beszélgetést, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, vegyék a magyar hangot, iratkozzanak fel a Youtube csatornánkra, jövő héten új adással jelentkezünk. A viszontlátásra!